napot kívánok! Üdvözlök mindenkit a Tele iskola mai matematika óráján. A mai óra témája a műveletek. Egy kis összefoglaló. Tulajdonképpen azt szeretnénk megnézni, hogy egy halmaz mikor zárt egy műveletre nézve. Adott egy M nem üres halmaz, amelyen értelmezünk egy csillaggal jelölt műveletet. A P részhalmazát, az M halmaznak, nem üres részhalmazát, zárt részhalmaznak nevezzük, az a csillag műveletre nézve, ha akárhogyan veszünk két elemet a P halmazból, összetéve őket az adott művelettel, az eredmény is a P halmazban lesz. Még azt is szokás mondani, hogy a P halmaz zárt, a csillag műveletre nézve, azaz a csillag belső művelet a P halmazon. Például a jól ismert összeadás és szórzás valós számok halmazán értelmezettek, az, amiről tanultunk már elemi osztályokban. Ha akárhogyan veszünk két egész számot, összetéve őket az összeadással, pontosabban elvégezve a két egész számnak az összegét, majd a szórzatát, az eredmények is egész számok lesznek. Mindez azt jelenti, hogy az egész számok halmaza zárt részhalmaza a valós számok halmazának az összeadásra és szórzásra nézve. De például, ha veszünk két irracionális számot, legyen ez az 1 plusz gyök 2, illetve az 1 mínusz gyök 2 irracionális számok, ezeket ha összeadjuk, az összegük az 2 lesz, ami már nem irracionális szám, hanem egy racionális szám. Ugyanezt történik ennek a két irracionális számnak a szórzásával is. Ha összeszorozzuk őket, eredményül mínusz 1-et kapunk, ami ugyancsak nem egy irracionális szám. Ez azt jelenti, hogy az irracionális, azaz az R-Q halmaz nem zárt részhalmaza a valós számok halmazának az összeadásra és szórzásra nézve. Nézzünk egy feladatot. A valós számok halmazán értelmezzük a csillaggal jelölt műveletet, úgyhogy x csillag y egyenlő xy minusz 2x minusz 2y plusz 6. Azt kellene vizsgálnunk, hogy a 2 plusz végtelen zárt intervallum zárt részhalmaza-e a valós számok halmazának erre a csillag műveletre nézve. Ahhoz, hogy a műveletről bővebben tudjunk beszélni, megvizsgálni tudjuk a zártságot, próbáljuk meg a műveletet egy kicsit egyszerűbb alakba írni, azaz majdnem tényezőre bontani. Az első két tagból jól láthat, hogy ki lehet emelni a közös tényezőt, az x-et. A 6-ot próbáljuk meg felírni 4 plusz 2 összegeként, így akkor újra ebből a mínusz 2y plusz 4-ből ki tudjuk emelni a közös tényezőt, és a műveletünket így már úgy írhatjuk fel, hogy x mínusz 2 szer y mínusz 2 plusz 2. Ez a felírás módja a műveletünknek egy picit segíteni fog a zártság igazolásában. Mit kellene igazolnunk? Azt, hogy akárhogyan veszünk két elemet a 2 plusz végtelen zárt intervallumból, összetéve ezt a két elemet az adott csillag művelettel, az eredmény is a 2 plusz végtelen zárt intervallumban lesz. Mit is jelent az, hogy az x és az y a 2 plusz végtelen zárt intervallumban vannak? Azt jelenti, hogy mindkettő nagyobb vagy egyenlő, mint 2. Ha megnézzük a műveletünket, a műveletben x mínusz 2 és y mínusz 2 szerepelnek, ez azt jelenti, hogy itt az egyenlőtlenségekből kivonunk 2-t, kiderül, hogy x mínusz 2 és y mínusz 2 nulla vagy annál nagyobb valós számok. Két pozitív számnak a szorzata pozitív, tehát ha összeszorozzuk x mínusz 2-t, y mínusz 2-t, pozitív számot kapunk. Ha rápillantunk a műveletünkre, ott még szerepel egy plusz 2-es, azt jelenti, hogy hozzá kellene adjunk 2-t, hozzáadtunk 2-t, az egyenlőtlenségünk bal oldalán megjelenik az x művelet y, amiről
azt kapjuk meg, hogy nagyobb vagy egyenlő, mint 2, vagyis a 2 plusz végtelen intervallumban van. Ami azt jelenti, hogy ez az intervallum zárt részhalmaza a valós számok halmazának a csillag műveletre nézve. Jól emlékszünk, tanultunk a műveletek tulajdonságairól is. Tehát adott az M nem üres halmazunk, amilyen értelmezzük a csillaggal jelölt műveletet. Azt mondjuk, hogy ez a művelet asszociatív, vagy más néven csoportosítható, ha X csillag Y csillag Z egyenlő X művelet Y művelet Z. Tetszőleges XYZ elemre az M halmazból. Továbbá azt mondjuk, hogy ez a művelet kommutatív, vagyis a tagjai felcserélhetőek, ha X művelet Y egyenlő Y művelet X, tetszőleges XY elemre az M halmazból. Például a valós számok halmazán értelmezett összeadás szorzás asszociatív és kommutatív művelet is. Jól emlékszünk ezekre a felírt tulajdonságokra. Tehát a valós számok halmazán az összeadás és szorzás asszociatív és kommutatív művelet. Ez nem jelenti azt, hogy minden eddig tanult művelet asszociatív, illetve kommutatív, mert például a kivonás az nem asszociatív és nem is kommutatív, mert vegyük például 2-3-ból, ha kivonjuk a 7-et, nem ugyanazt kapjuk, mint ha 2-ből vonnánk ki a 3-7 eredményét. Sőt, az sem mindegy, hogy 2-ből vonom ki a 7-et, vagy 7-ből a 2-t. Tehát a kivonás a valós számok halmazán nem asszociatív és nem is kommutatív művelet. Még két másik tulajdonságáról is tanultunk a műveleteknek. Azt, hogy az E elemet semleges elemnek nevezzük a csillagműveletre nézve, ha egy tetszőleges X elemet az M halmazból összeteszünk jobbról, balról ezzel az E elemmel, eredményül X-et kapunk. Ilyen például a valós számok halmazán értelmezett összeadásra nézve a semleges elem a nulla, mert nullát összeadva bármilyen valós számmal mindig visszakapjuk azt a valós számot, amihez hozzáadtuk a nullát. Azt mondjuk, hogy X jelzett eleme az M-nek, szimmetrikusa az X elemnek a csillag műveletre nézve, ha az X-et összetéve ezzel az X jelzettel jobbról vagy balról mindig a semleges elemet kapjuk meg. Például az összeadás műveletünk van, akkor az összeadásra nézve 5-nek a szimmetrikusa az a mínusz 5, vagy mínusz 9-nek a szimmetrikusa az a 9. Ugyebár, mert 9-et összeadva a mínusz 9-el nullát kapunk, azaz a semleges elemet. Vegyük például az M halmazt, melynek elemei 0, 1, 2, 3, 4. A műveletet értelmezzük úgy, jelöljük csillaggal a műveletet, és legyen x-szer y-nak 5-tel való osztási maradéka. Mivel az M halmaz véges számú elemet tartalmaz, ezért a művelet tulajdonságainak vizsgálásához eredményesebb, ha készítünk egy úgynevezett művelet táblát. A művelet táblából kiolvasható, hogy a semleges elemünk azaz 1. Ha megnézzük az 1-esnek megfelelő sort, vagy az 1-esnek megfelelő oszlopot, ez a sor, az 1-esnek megfelelő sor megegyezik a táblázatunk legfelső sorával, ami azt jelenti, hogy az 1-est, ha összetesszük bármelyik elemmel az M halmazból, mindig azt a bármelyik elemet kapjuk vissza. Ugyanez van az 1-esnek a sorában is. Most nézzük meg, kinek ki a szimmetrikusa. Észrevehetjük, hogy a nulla sorában is, meg oszlopában is csupa nullák szerepelnek. Ez nem szerepel itt a semleges elem, azt jelenti, hogy a nullának nem létezik szimmetrikusa, tehát ő nem szimmetrizálható erre a műveletre nézve. Viszont a többi elemnek mind megtaláljuk a szimmetrikusát. Az egyest, jól látjuk, hogy az egyessel kell összetenni, hogy megkapjuk a semleges elemet. A kettőt, ha megnézzük, a hármassal kell összetenni, hogy a semleges elemet kapjuk meg, míg a hármast
azt a kettessel, hogy megkapjuk a semleges elemet, a négyest pedig önmagával, hogy megkapjuk a semleges elemet. Tehát az egynek a szimmetrikusa az egy, kettesnek a három, hármasnak a kettő, míg négyesnek a négy. Nézzünk egy feladatot. A valós számok halmazán értelmezzük a csillaggal jelölt műveletet, úgyhogy x csillag y egyenlő 2xy minusz 3x minusz 3y plusz 6. A feladat A pontja azt kéri, hogy számoljuk ki 2 művelet 5-öt. Ez roppant egyszerű, x helyére 2-t kell írni, y helyére pedig 5-öt. Ha behelyettesítjük a műveletünkbe, x helyére a 2-t, y helyére az 5-öt, eredményül 5-öt kapunk. A B alpontban igazolnunk kell, hogy a művelet más alakban is felírható. Próbáljuk meg ennek érdekében első két tagból, még akkor is, ha nem látszik, hogy ott van a közös tényező, kiemelni 2x-et. Ha kiemeljük 2x-et, y minusz 3 kettedet kapunk a zárójelben. Ezután meg kellene próbálni a megmaradt két tagot úgy átírni, hogy ebből is ki lehessen emelni. Ezt úgy szokták csinálni, hogy megnézik, mínusz 3y szerepel, nekünk y-ra lenne szükségünk, akkor kiemeljük a mínusz 3-at, ugyanazt a zárójelt írjuk le, mint amit az előbb kaptunk, és ezután kiegészítjük, itt, ha elvégezzük a műveleteket, mínusz 3-szor, mínusz 3 kettet, azaz, 3x3 kettedet kapunk, mivel ez a műveletünkben eredetileg nem szerepelt, kivonjuk ezt, majd hozzáadjuk a 6-ot, ami még ott szerepelt a műveletben. Kiemelve a közös tényezőt, egy kicsit rendezve és elvégezve a műveleteket, kiderül, hogy a műveletünk x csillag y felírható úgy, mint 2-szer y minusz 3 kettet, szer x minusz 3 kettet, plusz még 3 kettet. Tudjuk, hogy a valós számok halmazán a szorzás az kommutatív művelet, azt jelenti, hogy mindegy, hogy y minusz 3 kettedet szorzom x minusz 3 ketteddel, vagy fordítva. Tehát meg is kaptuk a B alpontban kért összefüggést. A következő alpontunk az lenne, hogy igazoljuk, hogy a művelet asszociatív és kommutatív. Kezdjük az asszociativitással. Emlékezzünk vissza, hogyan néz ki a műveletünk felbontott alakja. Az asszociativitáshoz igazolnunk kell, hogy x művelet y, művelet z ugyanannyi, mint x művelet y művelet z. Tetszőleges x, y, z elemre a valós számok halmazából. Kiszámoljuk a bal oldalon lévő összefüggést, azaz x csillag y csillag z. Első lépésben elvégezzük azt, ami a zárójelben van. Behelyettesítjük a műveletet, majd ezt az egész szögletes zárójelt eljelöljük alfával. Most már tulajdonképpen csak alfa csillag z-t kellene nekünk kiszámolni, ami azt jelenti, hogy a műveletben x helyére alfát helyettesítünk, és y helyére pedig z-t. Ha ezt megtesszük, és majd visszahelyettesítjük az alfát, elvégezzük a műveleteket, azt kapjuk, hogy az asszociativitásnál kért összefüggésünk bal oldala egyenlő 4-szer x minusz 3 kettet szer y minusz 3 kettet szer z minusz 3 kettet plusz 3 kettet. Jelöljük ezt az összefüggést A1-jel. Számoljuk ki most a jobb oldalon lévő összefüggést. Itt is első lépésben azt kellene nekünk felírni, ami a zárójelben szerepel, y csillag z-t, azaz x helyére y-t írni a műveletbe, és y helyére pedig z-t. Elvégezzük a műveletet, ezt a szögletes zárójelt elnevezzük betának, és most már csak x csillag betát kell nekünk kiszámolni. A műveletünkben x az marad x-nek, az y pedig beta lesz. Felírjuk a műveletünket, a betát behelyettesítjük, elvégezzük a műveleteket, és kiderül, hogy ugyanazt az összefüggést, ugyanolyan összefüggést kaptunk, mint az előbb, legyen ez az A2-es, tehát akkor az A1-esből és A2-es összefüggésekből azt kapjuk, hogy a műveletünk asszociatív. Ebben az alpontban még hátra maradt a kommutativitás vizsgálata, azaz megvizsgálni, hogy x művelet y ugyanannyi-e, mint y művelet x. Kiszámoljuk a bal oldalt, felírjuk a műveletet,
x csillag y egyenlő 2xy minusz 3x minusz 3y plusz 6, felírjuk y csillag x-et, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy a műveletbe x helyére y-t kell írnunk, és y helyére pedig x-et. Ha jól megnézzük a két összefüggést, tudjuk, hogy a valós számok halmaza az kommutatív, a valós számok halmazán értelmezett szorzás kommutatív művelet, tehát mindegy, hogy x-szer y-t számolom, vagy y-szer x-et, kiderül, hogy a kettő egyenlő, vagyis a műveletünk asszociatív és kommutatív. És akkor kezdhetjük is a D alpontot, ahol meg kell határozni azt az n természetes számot, amelyre 2 az n-ediken plusz 3 ketted csillag, 2 az n plusz 1-ediken plusz 3 ketted csillag, 2 az n plusz 2-ediken plusz 3 ketted egyenlő 2 a 20-adikon plusz 3 ketted. Három elemet kell nekünk összetenni ezzel a művelettel. Emlékezzünk csak vissza az asszociativitásnál, és ugyancsak három elemet kellett nekünk összetenni, három elem volt, és ezt az összefüggést kaptuk. Most ha ebbe az összefüggésünkbe, az asszociativitás összefüggésbe x helyére 2 az n-ediken plusz 3 kettedet írunk, y helyére 2 az n plusz 1-ediken plusz 3 kettedet, míg a z helyére 2 az n plusz 2-ediken plusz 3 kettedet írunk, akkor 4 szer 2 az n-ediken szer 2 az n plusz 1-ediken szer 2 az n plusz 2-ediken plusz 3 kettedet kapunk. Ha itt elvégezzük az azonos alapú hatványok szorzását, összeadva a hatványkitevőket, 2 a 3n plusz 5-ediken plusz még 3 kettedet fogunk kapni. Ha megnézzük az egyenletünket, összehasonlítjuk a bal oldalt a jobb oldallal, kiderül, hogy 2 a 3n plusz 5-ediken egyenlő kellene legyen 2 a 20-adikonnal. Az alapok egyformák, a hatvány, az exponenciális függvény injektivitásából felírhatjuk, hogy a hatványkitevők is megegyeznek, azaz az n egyenlő 5-tel. Nézzük meg akkor egy másik feladatot is. A valós számok halmazán értelmezett az x csillag y művelet, úgyhogy 5 szorozva x plusz y mínusz 4 mínusz xy. Az A pontban meg kell határozni a szimmetrizálható elemeket a csillag műveletre nézve. Első lépésben talán próbáljuk meg ezt a műveletet, ugyanúgy, mint az előző feladatnál, egy kicsit egyszerűbb alakba felírni. Elvégezzük a szórzást, majd megpróbáljuk az első két tagból kiemelni a közös tényezőt, a 20-at, a mínusz 20-at felírni, mint mínusz 25 plusz 5, majd ha jól megnézzük, akkor a műveletünk felírható úgy, mint x csillag y egyenlő mínusz x mínusz 5 szorozva y mínusz 5 plusz még 5. És akkor most már kezdhetjük is a szimmetrizálható elemek meghatározásával. Első lépésben megnézzük, hogy a műveletünk kommutatív-e. Ha összehasonlítjuk x csillag y-t y csillag x-el, kiderül, hogy a műveletünk kommutatív. Szimmetrikus elemhez szükség van még a semleges elemre is, tehát keresünk egy olyan e elemet a valós számok halmazában, amit ha összeteszünk jobbról vagy balról az x-el, mindig x-et kapunk. Mivel a műveletünk kommutatív, ezért elegendő nekünk x csillag e-t egyenlővé tenni x-el. Ha ezt megtettük, elvégezve a megfelelő műveleteket, kiderül, hogy a semleges elemünk az 4. Meg kell nézni, hogy ez valós szám-e, természetesen az, és akkor már neki is foghatunk a szimmetrikus elemek vizsgálatához. Azaz, minden x valós szám esetén keresünk x jelzett valós számokat, úgyhogy x művelet x jelzett egyenlő legyen x jelzett művelet x-el egyenlő legyen a semleges elemmel. Mivel a műveletünk kommutatív, mindegy, hogy x művelet x jelzettet vagy x jelzett művelet x-et nézzük, legyen x művelet x jelzett egyenlő e-vel, ebből megpróbáljuk kiszámolni az x jelzettet, kiderül, hogy x jelzett egyenlő 5 mínusz 1 per x mínusz 5, ez csak akkor értelmezett ez a valós szám, ha x nem egyenlő 5-tel, mindez azért, hogy a nevező ne legyen nulla.
Ez azt jelenti, hogy minden valós szám az 5-öt kivéve szimmetrizálható, vagyis van szimmetrikusa erre a csillagműveletre nézve. A feladatunk B alpontja azt kéri, hogy oldjunk meg egy egyenlőtlenséget a valós számok halmazán. Próbáljuk meg felírni x csillag x-et, behelyettesítjük a műveletbe, y helyére is x-et. Ha ezt megtesszük, mínusz x négyzet plusz 10x mínusz 20 nagyobb vagy egyenlő, mint x egyenlőtlenséget kapunk. Ezt egy kicsit egyszerűbb alakra hozzuk. Másodfokú egyenlőtlenségről van szó, úgy oldjuk meg, hogy egyenlővé tesszük a kifejezést nullával, meghatározzuk a gyökeit, majd előjel táblázatot készítünk. Az előjel táblázatból meg kiválasztjuk azt a részt, amire szükségünk van, jelen esetben azt a részt, ahol nagyobb vagy egyenlő, mint nulla az előjel, azaz pozitív részt választjuk ki. X eleme tehát a 4-5 zárt intervallumnak. A C alpontban ki kellene számolni egy egész művelet sort. Emlékezzünk újra vissza a műveletünkre. Úgy írtuk fel, hogy x csillag y egyenlő mínusz x mínusz 5 szer y mínusz 5 plusz még 5. Ha jól megnézzük a műveletünket, kiderül, hogy x csillag 5 egyenlő 5-tel. Sőt, az is kiderül, hogy 5-5, ha összetesszük egy tetszőleges y valós számmal, akkor is 5-5 kapunk. Mindez azt jelenti, hogy ha mi a művelet sorunkban megtaláljuk az 5-öt, akkor nyert ügyünk van. Az 5 előtti részt eljelöljük x-el, és az 5 utáni részt pedig y-nal. Azt jelenti, hogy most már csak x csillag 5 csillag y-t kell nekünk kiszámolni. Ha ezt elvégezzük, a fenti eredmények alapján kiderül, hogy 5-5 kapunk, tehát a művelet sorunk eredménye az 5 lesz. Következő alpontban példát kell adjunk olyan egymástól különböző A és B elemre a Q minusz Z-ből, tehát azaz törtekre, irreducibilis törtekre, amelyek nem egész számok, amelyeket, ha összeteszünk a csillagművelettel, természetes számot kapunk. Mivel A összetéve B egy természetes szám lehet, nekünk kell példát adni, ezért A összetéve B-t egyenlővé tesszük a kedvenc természetes számunkkal. Legyen egyenlő mondjuk most 12-vel. Behelyettesítjük az A művelet B-t, egy kicsit egyszerűbb alakra hozzuk, és kiderül, hogy A mínusz 5 szer B mínusz 5 egyenlő kellene legyen mínusz 7-tel. Semmi más dolgunk nincs, mint a mínusz 7-et felírni két tört szorzataként. Én a mínusz 2 harmad és a 21 kettedet választottam. Így most már A mínusz 5-öt egyenlővé tehetjük az egyik törttel, B mínusz 5-öt pedig a másik törttel. Így A-nak 13 harmadot, B-nek pedig 31 kettedet kapunk. Tehát találtunk két olyan Q minusz Z beli számot, amit ha összeteszünk a csillagművelettel, akkor egy természetes számot kapunk eredményül. Nézzük meg összegzésként, hogy miről is beszéltünk a mai órán. Arról, hogy zárt részhalmaz egy adott műveletre nézve. Beszéltünk a műveletek tulajdonságairól, az asszociativitásról, a kommutativitásról, a semleges elemről, illetve a szimmetrikus elemek létezéséről. Úgy, mint egy iskolai óra, ez is házi feladattal fejeződik be. Íme a házi feladat, amihez eredményes jó munkát, jó tanulást kívánok. A viszontlátásra!